Nos, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, és ez egy ilyen teszt jelleggel működő videó lesz, ugyanis reagálni fogunk egy YouTube videóra, amiben megfejtjük, hogy mennyit keresnek a YouTube celebek. Szóval, hogyha a hang nem lesz az igazi, azért elnézést kérek, vagy a kép, vagy bármi, ugyanis itt OBS-sel fogom felvenni a kis cuccot, mármint ugye a képernyőt, így néha megadjuk az előlegzett karácsonyi hangulatot, szóval, hogyha belezúgna véletlen a mikrofon, akkor előre is elnézést kérek, és akkor csapjunk bele! Mennyit keresnek a YouTube sztárok? Elsősorban erre a kérdésre igyekszem válaszolni ebben a videóban, a rendelkezésemre álló információk és a tapasztalataim alapján. Na, nagyon kíváncsi leszek. Egyébként a Dave világát, Dave-et szoktam látni a komment szekciómban, úgyhogy ha nézed, akkor hello, hogyha fel vagy iratkozva, akkor köszi, és ez fontos, hogy egy reakció lesz, nem a te személyed ellen irányul, nem is próbálom elvonatkoztatni, tehát próbálok nem személyes megjegyzéseket tenni, ezt így nem vagyok nagy gyakorlat reakció videós, úgyhogy mindenképpen leszögezem így az elején. Igyekszem azokra a YouTube sztárokra fókuszálni, akikről tudom, hogy ti is kedvelitek őket. Szépen sorra vesszük majd ezeket a csatornákat, de ígérem, hogy a videó végére birtokotokban lesz az a tudás, amivel nagyon könnyen meg tudjátok majd állapítani lényegében bármelyik videósról, hogy nagyjából mekkora lehet a bevétele a YouTube hirdetések alapján. Na, erre kíváncsi leszek, mert én tudom, hogy jelenleg nincs ilyen bármi, amiből ki lehetne számolni, hogy ki mennyit keres, hiszen annyi összetevője van ennek a YouTube pénzkeresős témának, hogy egyszerűen szerintem lehetetlen, de hát ha tud olyat mondani, ami megcáfolja az én tudásom. Arról is fogok majd beszélni, hogy megéri-e ma 2021-ben elkezdeni videózni, és hogy miért éri meg. Attól függ, ha meg szeretné belőle élni, akkor nem biztos, hogy megéri, de ha szeretnél videózgatni, akkor teljesen megéri. Igazából meg attól függ kinek, tehát mondjuk egy celebnek, aki jelenleg is fut neki, nyilván megéri, hiszen egy plusz marketing csatornát tud építeni, még egy kőművesnek lehet, hogy annyira nem, de egy kőműves is építhet marketing csatornát a YouTube-ból, úgyhogy igazából ez is egy összetett kérdés. Mert hogy a válasz egyébként az lesz, hogy igen, megéri. Na, ennyi. Iratkozz fel a csatornára, ez is nagyon megéri. Milyen jól használod a mémet, az iratkozz fel a csatornára mémet. Nagyon jó. Nyomd meg a csengőt, hogy nem maradj. Nyomjátok meg ti is a csengőt itt nálam, úgyhogy meg ha Dave stílusod bejön, akkor Dave-hez is menjetek és csapódjatok. Semmiről is, ha tetszett a videó, nézd meg a többi videót. Bár előtte megnézzük, hogy mit mond, aztán az alapján majd feliratkozunk, vagy nem. Keresnek a youtuberek ma Magyarországon. Hát ez nagyon sok mindentől függ. Persze. Igen. A videósok közel 90%-a egy fillért nem keres. Nem csak nálunk, hanem sehol sem. Ugyanis a YouTube csatornák nagyjából 90%-a nem éri el sohasem az 1000 fő. Aha, akkor itt jönnek a kis előre beidőzített kis statisztikák. Nincs is baj, ez baromi informatív. Ami ahhoz kell, hogy egyáltalán legyen bevétel. Ők azok a videósok, akiknek a videóit sosem látjátok, mert a YouTube egyszerűen nem teszi ki őket a képernyőtökre. A világ Ez az újítás, amit ugye a YouTube bevezetett, hogy minden videó előtt lesz reklám. Nyilván le akarták fedni ezt a 90%-ot is. Well done, nagyon jó. Szerintem nagyon jól tették, bár olyan szempontból meg nem fair, hogy hiába éred el mondjuk majd 2 év múlva az 1000-et, ugyanúgy nem látsz semmit az addigi bevételeidből, azt rárakta ugye a YouTube, de erről van is külön videóm, úgyhogy nem húznám ezzel az időt. A jó hír viszont az, hogy minél nagyobb egy csatorna, annál gyorsabban tud nőni. Aminek több... Hát ez persze, igazából ott van például az egyik ok, ami ugye azt eredményezi, hogy nyilván ha egy 100 feliratkozós csatornában nem annyira bízol meg, mint mondjuk egy 100 000 feliratkozós csatornán, ott könnyebben nyomsz lájkot, mert tudod, hogy már ott van 100 000 ember, nyilván nem tévednek akkor át, szóval könnyebben megbízol egy nagy csatornában, mint egy kicsibe. Oka is van, például az, hogy ha több a néző, több a megosztás, és még a YouTube is többet segít. Hát persze, ez meg a másik, minél többen néznek, minél több nézésidőd, minél többen reagálnak, annál több emberhez juttatja el, ugye van egy ilyen, ez az ilyen fókuszcsoportos cucc, ami az algoritmus működése, ugye, hogy nyilván egy kiajánlja egy fókuszcsoportnak,
tegyük fel, mondjuk az 10 ember, az a 10 ember, ha mind megnézi, akkor kiajánlja a kövinek, a 100 embernek, és akkor így lesz viral egy videó. Ez egyértelmű, és minél többen néznek egy csatornát, annál nagyobb az esély arra, hogy viral legyen egy videó, de persze vannak itt is kivételek. YouTube ugyanis az erőseket támogatja jobban, a nagyokat, a kicsiket és gyengéket pedig kevésbé. Azt is mondhatnánk, hogy eléggé jobboldali módon gondolkodnak az algoritmusok. Minél erősebb és nagyobb a csatornád, annál több emberhez juttatja el a YouTube a videóidat. Hát meg annál megbízható. Tehát folyamatosan szállítod a minőséget, folyamatosan néznek, egyre nagyobb csatorna vagy, annál megbízható vagy. Nem biztos, hogy egy kis csatorna is megbízható. Meg nem tudja a YouTube, hogy működik, mit fog felrakni, stb. Szóval persze ez egyértelmű. És minél több emberhez jutsz el, minél többen értesülnek arról, hogy egyáltalán létezel, annál több esélyed van arra, hogy még többen feliratkozzanak rá. Na, de hol van a olyan pénz? Csatornára ugyanis térjünk rá arra, ami mindenkit érdekel. Na végre. Mennyit keresnek a legsikeresebb youtuberek Magyarországon? Nézzük. Nagyon sok sikeres csatorna van, ha megengeditek, akkor én kifejezetten azokra koncentrálnék ebben a videóban, amelyeket ti, vagyis az én nézőim követtek. Erről engem egyébként a YouTube rendszeresen tájékoztat. Hoppá, ez ügyes, szépen rálőni azokra, akiket a közönsége nézze le a kalappal, ez egy jó cucc. Rögtön az elején szeretnék pár dolgot tisztázni. Na, természetesen nézzük. Nem fogom tudni pontosan megmondani, hogy mennyit keresnek ezek a videósok, hiszen... Ezt nem is várja el senki, hiszen senki nem tudja, csak az adott videós. Nem, erről nekem nincsenek és nem is lehetnek adataim. Viszont miután van egy mindenki számára nyilvános adat, a nézettség, és miután én magam is videózom és szerzek bevételt, van tehát... Remélem, hogy nem a Social Blade statisztikákat fogod bemutatni, mert akkor azok nagyon, nagyon csalókák, meg olyanok vannak benne, hogy mit tudom én, mondjuk 1000 forinttól 100 000-ig, és akkor választ ki, hogy melyik összeg, úgyhogy remélem, hogy nem a Social Blade statisztikák lesznek bemutatva, csak mondd, hogy nem. Hát tapasztalatom arról, hogy egy megtekintés számhoz nagyjából milyen bevétel tartozik, vagy tartozhat. Egyébként az érdekel, nem ilyen tapasztalataid vannak. Majd én is elmondom, ha egyáltalán releváns, hogy nekem milyen tapasztalataim vannak. A bevétel persze nem pusztán a megtekintéstől függ, hiszen a videó hossza is számít, meg még nagyon sok minden. Ugyanakkor tapasztalatból tudom, hogy a megtekintések száma alapján nagyjából meg lehet becsülni azt, hogy mennyi lehet egy csatorna bevétel. Fontos azt is tudni, hogyha egy videós nem kíván bevételt szerezni, akkor nem fog. Hát ez egyértelmű, ha nem kapcsolod be a hirdetéseket, vagy copyrightos zenéket használsz, akkor nem fogsz pénzt keresni, ez igen, ez pontosan. Ez ugyanis nem kötelező. A hirdetéseket bármikor ki lehet kapcsolni, bármelyik videónál. Bár az, hogy te kikapcsolod, nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem is lesz hirdetés a videódnál, úgyhogy... Akár az összesnél is. Én arról fogok most beszélni, hogy mennyi pénzt kereshetnek nagyjából ezek a videósok a hirdetések után, amennyiben bevételt szereznek a videókkal, és amennyiben a YouTube nem korlátozta a bevételszerzésüket. Eddig nagy pacsi amúgy összeszedett, tényleg korrekt videó. Valamely okból, mert hogy erre is van lehetősége. Nem fogok beszélni ebben a videóban a szponzorációkról, ez ugyanis vagy van, vagy nincs. Hol ennyi pénzt hoz, hol meg annyit. És akkor most már tényleg térjünk a lényegre. Végre. Hoppá! Rögtön két csatornával, két csatorna összehasonlításával fogunk kezdeni. Ez a kettő pedig a Partizán és Pottyondi Edina. Ami azonnal feltűnik, ha ránézzünk erre a két csatornára, hogy a Partizánnak meglepően kicsi a nézettsége Edina videóihoz képest, hiszen míg Edina videóin az átlagos megtekintés szám nagyjából 300 000 körül van, addig a Partizán legutóbbi videói még a 100 000-et sem érik el. De jó, de a Pottyondi Edina, ha jól tudom, heti egy videót rak ki. A Partizán meg naponta egyet, szóval mindegy, ez most nem is releváns nekünk, hogy most melyiknek van több nézettsége, hiszen most minket a pénz érdekel. Több videó még az 50 000 sem. Olyan megtekintés számok is vannak a Partizánon, amelyeket egy-egy erősebb videómmal még én is tudok produkálni, miközben az én csatornám a Partizánhoz képest nagyjából sehol nem tart. Szóval... De Partizánnak egyébként meg megint csak rengeteg téma van, tehát lehetetlen, hogy mindegyik feliratkozó, mindegyik videót megnézze, mert annyira széles körül. Egy
nem mit tudom én, TV2-en, RTL klubban sem nézel meg minden csak nem műsort, mert nem érdekel mindegyik, szóval egy tévés, tehát mondhatni a Partizán már ilyen tévés szinteket üt meg a tartalom mennyiségével, ott nem várható el, hogy mindenki megnézze mondjuk mindegyik videót. A Edinát jóval többen nézik, mint Gulyás Mártonék, túlzás nélkül mondhatom, azt hiszem televízióját, annak ellenére, hogy a Partizánnak 213,000 van, Edinának meg csak 151,000. Ebből is látszik, hogy a feliratkozó szám nem mindig mutatja egy csatorna valódi teljesítményét. Ráadásul pénzt sem a feliratkozó számra adnak, hanem a nézettségre és a nézettségi időre. És most rátérek a pénzre. Végre. A saját tapasztalataim azt mutatják, hogy egy videóból származó bevétel összege forintban a videó nézettségének legalább a harmada. Nekem mostanában a fele egyéb. Legalább a harmada? De ez azért van, mert valamiért egy-két hónapja nagyon sokan közületek őrült módjára végén nézik. Szóval legalább a harmada, de neki például a fele legalább a harmada. Ha. Érdekes. Bár úgy lenne amúgy legalább a harmada. Az azt jelenti, ha megnéznek egy millióan, akkor abból 3 kilót kéne keresned köböl. Fú. Hát az baromi jó lenne. Kicsit olyan vibe-on van most, mint a volt az a cikk, amit kielemeztünk, amikor azt írták, hogy ilyen milliókat lehet keresni a YouTube-ban. Kicsit ez a statisztika nekem olyan, és egyébként én készültem, gyorsan kiscreenshotoltam pár olyan csatornát, akik megmutatták, hogy mennyit keresnek. Itt van például Famed Makernek egy havi keresete, 85,000 forint, 672,000 megtekintéssel. Ez, ha jól számolom, és lehet, hogy matekból nem vagyok olyan jó, de ez közel sem az egyharmada. Mondom, javítsatok ki, a matekból rossz lennék, 3,6 millió a Zsomacnál, és 382,000 forint, illetve van még egy statisztikám, az pedig 949,000 megtekintésre 100,000 forint. Nem tudom, ez nagyon-nagyon szép szám lenne, ha egy harmad. Számolj csak egy 10 milliós klippel. Ezzel több csatornát is láttam már, akik bevételt szereznek, meg sajnos olyanokat is, akik nem szereznek bevételt, például, hogyha mondjuk kezelem egy cégnek a YouTube csatornáját, nem feltétlen akarnak ők reklámokból megélni, hiszen megélnek másból, és nem az a céljuk a YouTube-ban, hogy pénzt szerezzenek, ezért nem is állítják be mondjuk a bevétel szerzést, de több olyan előadónak is láttam a például videóklipjét, amik több milliós megtekintéseket értek el, és fú, nagyon örülnének neki, ha az egyharmad legalább mindig összejönne, de többnyire például egy videóklip esetén az egyharmad az nem szokott összejönni. Meg ez egyébként ez változó, tehát nekem van olyan 1000 megtekintéses videóm, ami több mint 1000 forintot generált, meg van olyan 3000-es, ami 100 forintot, szóval, hogy annyira sok összetevős, de szerintem ez egy ilyen nagyon hasraütésszerű szám, és remélem, hogy fog arról beszélni, hogy például a videó témája is befolyásolja azt, hogy mennyit keresel a videóval, meg a videó hossza. A hosszáról biztos, hogy fog beszélni, de tehát a CPM, RPM-ről is remélem, hogy fog egy-két szót ejteni. És egyébként arra visszatérve, hogy most a fele a bevétel, nyilván most sokkal többen YouTube-oznak, nyilván sokkal jön a tél, hideg van, nem mennek ki, nagyobb lesz a nézési idő is, hogyha jók a videók, nyilván mivel nagyobb a nézési idő, azért több a bevétel is. Plusz most jönnek a választások, meg jön a kari, úgyhogy egekbe tolják a hirdetési pénzeket, emiatt is van az, hogy valószínű most mindenki többet fog keresni. Aztán majd jön a január-február, amikor semmi, és utána megint jön majd a március-április, amikor megint jön a választási hajrá, és akkor megint megküldjük egy jó nagy összeggel a YouTube hirdetéseket. Szóval minél többen hirdetnek egyébként, annál többet keresel a YouTube-on, minél kevesebbet, te annál kevesebbet, hiszen annál kevesebb lesz például a CPM. Illetve azt még el kell mondanom, de nézzük tovább a videót, és biztos benne lesz az is, hogy
hogyha tegyük fel mondjuk egy főzős videót csinálsz, nem biztos, hogy annyi lesz annak a videónak a hirdető értéke, vagy hogy mondják ezt, mint mondjuk egy befektetésekkel foglalkozó videónak. Tehát egy befektetésekkel foglalkozó videóval többet fogsz keresni, mint egy Minecraft gameplay-jel, vagy egy ingatlan eladásról szóló videóval többet fogsz keresni, mint egy főzős videóval. Szóval, hogy ezért nem lehet annyira számolni ezt, hogy ki mennyit keres, mert annyi mindentől függ az egész, hogy egyszerűen erre nincs egy matek. Ez, hogy legalább egy harmad, ez egy tök jó dolog lenne, de én kapásból itt megkerestem hármat, egyik se volt legalább egy harmad, pedig baromira örültek volna az emberek, ha legalább az egy harmad. De egyébként a YouTube-on általában és korábban nálam is az volt a jellemző, hogy a forint a megtekintés harmada. Ebből pedig azt következik, hogy nem. És most végig erre fog felépülni a videó, hogy az egy harmada, az nem jó. Pedig még csak 7 percnél járunk. Tyondi Edina elvileg legalább 100 000 forintot kell, hogy keressen egyetlen videójával, amennyiben beállította a bevételszerzést. Ez ugyebár azt jelenteni, hogy 400 000 forint körüli összeget utalna neki át a Google, elvileg, teszem hozzá újra, illetve még elvileg sem ennyit, ugyanis például novemberben nem csak a novemberi videóidat fogják megnézni, hanem sokan a korábbiakat is. Mindig vannak új feliratkozók, akik kíváncsiak a régebbi videókra, olyan is előfordul, hogy egy videót többször is megnéznek, vagyis nyugodtan hozzá lehet még. Meg egyébként arról nem is beszéltünk még, hogy mi van, ha mindenki adblockkal nézi a videóidat, és baromira nem jelennek meg hirdetések, vagy mi van, ha mindenki mondjuk kikapcsolta az adblockot, vagy mi van, ha mindenki prémium, szóval nem lehet egy megtekintést így kiszámolni, hogy egy megtekint. Pont erről volt nemrég amúgy egy videóm. Nem ért el 32 000 embert, mert nem raktam celebeket az index képre, vagy szar a videó, szóval nem tudom, de nyilván az senkit nem hoz izgalomba, hogy mennyit fizet a YouTube egy megtekintésért, mert annyira nem izgi, de nyilván ha rárakunk mondjuk egy Friderikuszt, egy Joe Timont, meg egy akárkit az index képre, akkor nyilván sokkal többen meg mennyit keres egy YouTube sztár, nem tudjuk, hogy mennyit keres egy YouTube sztár, szóval nincs ott a válasz a videóban. Még 10-20%-ot számolni ehhez a bevételhez. A Partizánnál egészen más a helyzet. Hát a Partizán az meg a Patreonból keres főleg, szerintem, legalábbis. Ott egyébként meg a Patreon az publikus, tehát ezt meg tudod nézni te is, ha beírod a Google-be, hogy Partizán Patreon, és megnézed, hogy Partizán Creating YouTube videók itt van, hol van? Várjál, itt van, 5442 Patreon mondjuk van, az havonta 37545 dollár, úgyhogy azt végül is meg tudod nézni. De vissza a videóra. Itt nagyon sok a videó, ráadásul a nézettség kiszámíthatatlan, videónként más és más. De itt is igaz kell, hogy legyen, hogyha a videó bevételszerzésre van állítva, és a YouTube sem korlátozta le, akkor a nézettség harmada nagyjából a bevétel. Gulyás Mártonék itt... De rossz az elv, amire felépült tulajdonképpen a videó, hogy az egyharmada. Viszont sokkal inkább a Patreon bevételekre támaszkodnak, ami úgy látom, hogy 35 000 dollár jelenleg, vagyis 11. Tehát azért jó, rossz az alapelvan, mire felépült a videó, de elég jól felépítette a videót, tehát ott van benne például Patreon, úgyhogy le a kalappal, igazából ez az egy hibája van a videónak, hogy nem jó az alapelv, hogy egy harmad per megtekintés. 1 millió forint havonta. De én azt hiszem, hogy ennyi pénzre a Marciéknak szükségük is van, mert következik, sokak nagy kedvence, az enyém is egyébként. A YouTube nem ír ki pontos dátumokat a videókhoz, de összeadtam a Robert csatornáján azoknak a videóknak a megtekintés számait, amik szerintem az elmúlt egy hónap... Összeadtad. ...abban készülhettek, és ez alapján legalább 700 000 megtekintés. De nem kell összeadni amúgy bármelyik izével, bővítménnyel, vagy social blade-del, vagy akármelyik milyen nyilvános statisztikai cumóval, itt van például itt oldalt. Látod, hogy mindent látsz. Látod például azt is, hogy milyen tegek vannak a videón. Ajánlom egyébként ezt a bővítményt. Decemberben fog róla érkezni review, úgyhogy
addig kibírod akkor, vagy kibírjátok akkor ott lesz, itt van minden kb, úgyhogy ez baromi jó, nem kell összeadogatni amúgy, hogy meg azt is látod egyébként hány videója volt az adott hónapban, szóval igazából ilyen nagyon átfogó statisztikák már vannak, de ez alapján én egy olyan 250 ezer forint bevételre tudok tippelni, csak hogy a Robi videóira kattintva azt vettem észre, hogy a legtöbbnél nem volt reklám. Volt, ahol volt. Egyébként nem biztos, hogy mindegyiknél bedobja a reklámot. Volt, de a legtöbbnél nem volt, vagyis úgy tűnik, hogy a Robi tényleg nem szereti a reklámokat. Egyébként úgy tudom, hogy a Robi az talán, mintha valahol elmondta volna, hogy neki a YouTube csatorna az ilyen archívum, hogy minden egy helyen legyen, és tulajdonképpen. Én legalábbis így emlékszem, de ez részletkérdés. Nézzük a Zsótime-ot. A következő videós Zsótime Zsolti, azaz Osváth Zsolt. Én úgy látom, hogy ez a csatorna, vagy inkább úgy mondanám, hogy ez a vállalkozás, hát ez mindent megtesz a bevétel maximalizálás érdekében, viszont ezzel a világon semmi baj nincsen. Hát nincs baj ezzel, amúgy. Hát félreérteni. Webshop, étterem, PayPal, Patreon, bulváros hatásvadász témák, címek, van itt minden, mint a búcsúba, és nagyon helyes, hogy van. Jól érzitek. Ez a kritikám most egyszerre volt negatív és pozitív. Ugyanis nagyon nyomulnak a fiúk, de profik és szimpatikusak, úgyhogy miért ne nyomuljanak? Ennyi. Teljesen egyetértek. Nyomjátok. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy kapitalizmus van. Ehhez képest a YouTube-on nagyon gyakori az a hozzáállás, hogy mersz te videózással pénzt keresni. Ezt szerintem már egyre kevésbé gyakori ez a mentalitás, bár még mindig sokan nem értik, hogy mennyit kereshetnek, meg miből, meg hogyan. Mondjuk ez a videó sem segít abban, hogy megértsd, hogy mennyit keres egy youtuber, de nem is tudsz pontos számokat mondani, szóval annyi összetevő van, hogy lehetetlen kiszámolni azt, hogy mennyit keres egy youtuber, meg nem tudhatod tényleg, amit mondtál is a videóban, hogy most bekapcsolta-e a bevételt, nem-e rakod be az olyan zenét, ami viszi az egészet, nem lehet ezt tudni, sajnos, vagy nem sajnos, igazából. Majd egyszer lesz egy izi, egy leak, mint a Twitch esetén, és akkor kiderül, hogy ki mennyit keresett, és akkor majd lehet izé nyomatni a videókat, hogy mennyit keresnek a YouTube celebek. Na, az egy szép időszak lesz majd, amikor megjön ez a leak, de addig sajnos még csak spekulálni tudunk, mint ahogy ebben a videóban is csak spekulálunk tulajdonképpen. Hát úgy meleg, hogy ez is egy munka. Igen, aki már csinálta, az pontosan tudja, aki meg még nem csinálta, az talán próbálja ki, mielőtt ingyen éléssel vádolná a videósokat. A Zsolti csatornáján találomra kiválasztottam egy hónapot, összeadtam a számokat, és találomra körüli nézettség jött ki, ami ugye 300 ezer forint bevételt jelenthet elvileg. Itt van még Patreon, meg PayPal is, azonban ezeken nem találtam a bevételre vonatkozó számokat. Patreonon el lehet rejteni, a PayPal meg egyértelmű, hogy nem nyilvános, ez olyan, mintha bankszámla számodat raktált ki, szóval ott nyilván nem lesznek adatok. Viszont ezek véletlenül nem túl magas számok, tekintve, hogy a Patreonon 65 támogatója van ennek a csatornának, itt nagyon... Jöhet a fókuszcsoport, ez az, nézzük meg őket, mennyit keresnek. Ez a dolgunk, mert nagyon változó a nézettség, az is változó, hogy melyik hónapban hány videót tölt fel az Ádám, úgyhogy bármilyen számot mondok, az hülyeség lesz. 30 de ez eddig is kb így volt, nem akarok ilyet mondani, de eddig se voltak relevánsak a számok, akkor nyilván a fókuszcsoportnál sem lesznek relevánsak. És 100 000 forint közé teszem nagyjából azt az összeget, amit ez a csatorna videóként kereshet. De most már egyébként meg se kell mondanom, hogy melyik csatorna mennyi pénzt keres, mert már birtokában vagytok annak a tudásnak, amivel... De nem vagyunk, tehát senki nincs a birtokában ennek a tudásnak. Senki nem tudja ezt kiszámolni. Tehát most 32 ezer megtekintés, akkor kerestél vele 10 ezret. Ha most minimum 10 ezret, aztán ha ez így van, akkor tök más link van, de lehet, hogy kerestél vele mondjuk 3 ezer forintot, de az is lehet, hogy mindenki végignézte a reklámokat, mondjuk kattintott is, nem tudom mennyi reklám van benne, mert most prémiumban vagyunk, de lehet, hogy 50 ezeret kerestél vele. Szóval nem lehet ezt megmondani, nem tudom mennyi reklám volt a videóban, nem tudom, hogy mennyien nézték, mennyien használtak adblockot, stb. Magatok is bármikor ki tudjátok számolni, hogy egy videó vagy egy csatorna nagyjából hol tart. Nézettség harmada plusz 20%. Eddig nem ez volt a matek. Eddig nézettség harmada volt.
legalább a nézettség harmada volt. Most plusz 20%-ot is rárakunk. Adat nem lesz pontos, de mégis mutat valamit. Megmutatja például azt, hogy nagyjából milyen bevételhez milyen számokat kell produkálni, vagyis informál minket arról, hogy érdemese belevágnunk a videózásba. Mármint a pénzügyi része teszi azt validdá, hogy most érdemese belevágnunk a videózásba? Hát nem tudom. Azt gondolom, hogy ezek nagyon hasznos információk tudnak lenni azoknak, akik komolyan gondolkodnak azon, hogy elindítanak egy csatornát. És ha komolyan gondolkodunk ezen, akkor fel kell tennünk magunknak bizonyos kérdéseket. Például az, hogy mekkora nézettséget tudunk elképzelni a saját csatornánkról, milyen célokat tűzünk ki magunk elé, mit hiszünk el magunkról, mennyire tartjuk a csatornánkat alkalmasnak arra. Ez szerintem nem így működik, tehát ez egy ilyen picit olyan Friderikuszos vibe, hogy bár mondjuk ők nem csináltak ilyeneket, de hogy nem, hogyha valaki pénzt akar keresni, akkor annak nem YouTube-ozni kell, meg nem mit tudom én elmenni dalszerzőnek, vagy festőnek, mert ezek nem olyan dolgok, amik hamar hoznak pénzt, rengeteg olyan dolog van, amivel tök jól lehet keresni, kevesebb munkával, kevesebb idő alatt, a YouTube egy ilyen hosszú távú projekt, és idővel fog kialakulni az, hogy most te mennyit tudsz ebből keresni, ha egyáltalán tudsz, lehet, hogy nem is tudsz. Én is most itt csinálom a YouTube tippeket, lehet, hogy senkit nem érdekel amúgy a YouTube, mármint úgy senkit, hogy lehet, hogy 300 embert érdekel, és ez az elején nem fog kiderülni, de hosszú távon igen, szóval ha most csak a pénzért nyomatnám ezt, akkor nem tudom. Meg igazából mondjuk nekem nincs is olyan magyar YouTube csatorna, akikből ki lehetne indulni, aki ilyen YouTube-ban meg videózással foglalkozik, szóval én nem is tudom megnézni. Külföldöt meg fölösleges megnézni, mert az szélesebb körhöz eljut. Ja, szerencsére leállt a kamera, úgyhogy nem baj. Ez a tesztadásnak a szépsége. Arra, hogy évek alatt felépítsünk egy követőtábort. Elhisszük-e magunkról azt, hogy képesek leszünk egyszer a videózásból megélni? Apropó követőtábor és apropó évek alatt. Egy YouTube csatornát legtöbb esetben hosszú évek alatt lehet igazán sikeressé tenni, vagyis nagyon fontos a türelem és a kitartás. Igen. Na, ebben egyetértünk, akkor én is ugyanezt mondtam tulajdonképpen az előbb, amikor nem láttatok, hogy hova tűntem, mert letelt a fél óra. Ez egy hosszú távfutás. Ezt látjuk. Pontosan. Nagyon jó. Egyébként nagyon jó, jól látja. A Showtime és a Focus csoport esetében is. A Pottyondi Edina esetében valami más látunk, valójában senki sem érti, hogy mit, mert... Senki sem érti, dehogy nem. A YouTube-on kizárólag azok tudnak azonnal befutni, akik eleve híresek, mint Erdélyi Mónika, Friderik... Nem. Hát ez a Pottyondi Edina, ennek megvan a siker receptje idézőjelesen, tehát hogy ez nem egy olyan misztikum, hogy hogy csinálta, hát úgy csinálta, hogy az legelső videója is már olyan merész címválasztást kapott, hogy nem tudtad nem rákattintani, és amúgy is egy olyan hiánypótló content érkezett, ami a politikával, a közélettel foglalkozik, hogy egyszerűen ez el volt könyvelve sikernek már szerintem a legelején, bár szerintem senki nem számított arra, hogy hirtelen ekkorát megy, de maga a karakter is jó, maga a videó felépítése is profi, a címválasztások is profi. Az indexképek annyira nem jó, de ez csak az én személyes véleményem, nyilván nem is az a lényeg, hogy itt ilyen csodálatos grafikák legyenek az indexképen, hanem itt maga a content, meg maga a személy, aki a contentet csinálja, az eladja, és ez nem egy misztikum, ez olyan címválasztások, olyan témák vannak, amik érdeklik az embereket, és kattintanak, és előbb-utóbb azonosulni, meg szimpatizálni kezdenek azzal, aki csinálja a videókat, és siker. Persze 100-ból egy ilyen van, úgyhogy nyilván nem erre kell építkezni főleg. De tényleg érdekes, hogy nézzétek meg azokat a nagyon sikeres csatornákat, amelyekről szó volt ebben a videóban is, hogy tényleg évek kemény munkájával építették fel magukat. Ez csak azért... Erről szól a YouTube. Évek kemény munkája. Egyébként pedig a felkapottak közé kerülésről nekem van egy teóriám, de még azt nem hangoztatnám, mert még nincs annyi bizonyítékom, vagy nem tudom, lehet egy bizonyítékot
nevezni, de van egy megfigyelésem, ami alapján működik ez a felkapottba kerülés hosszú évek munkájával, de erről majd egy külön videóban. Lesz még valami a pénzről? Nem egy olyan csatornát láttam, amelyik képtelen volt megugrani ezt a számot, pedig egyáltalán nem volt rossz csatorna. És abba hagyták. Ilyenek mindig vannak, akik idő előtt feladják, de nem tudhatod, hogy most egyáltalán eljött-e volna az a pont, ami előtt az áttörés, vagy soha nem is jött volna el, szóval ez egy ilyen örök kérdés, amire nem lehet válaszolni. Voltak olyan nem túl jó indulatú kommentelők, akik azt javasolták nekem, hogy hagyjam abban, mert ez nekem nem jött be. Ezt mondták, amikor 50 feliratkozom volt, ezt mondták, amikor... Akkor meg kell kérdezni, hogy miért gondolod így, és rögtön lefegyverzed az embert. Én ezt szoktam, egy nagyon jó taktika egyébként, mindenkinek mondom. Jön egy videó, vagy jön egy komment, hogy szar vagy. Vissza kell kérdezni, hogy miért gondolod így? És rögtön lefegyverzed az embert, és rögtön néz egyet, hogy nem ez szoktam meg a reakcióknál, hogy visszakérdeznek, kikérik a véleményem, tehát így, van, aki utána törli, meg van, aki utána megmagyaráz, hogy ja, hát nem pont úgy gondoltam, hogy ezé vagy, hanem hogy amúgy tü-tü-tü. Szóval ez tök jó lefegyverzés. Intelligensen visszakérdezel, nem bunkón, nem szabad a kommentelőkkel bunkón bánni. Te, mintha egy ugyanolyan normális ember lenne, mint te, attól függetlenül, hogy beírt, hogy szar vagy. Lehet, hogy rossz napja volt, lehet, hogy nem tudom. Meg kell említeni. Jön a Fridi, na nézzük. Nem, valójában egy televíziós, aki televíziózni akar a YouTube-on, és nem érti, hogy miért nem sikerül úgy, ahogy azt szeretné. Szóval azt mondja a Fridi, hogy azért nincsenek a YouTube csatornáján reklámok, mert nem akar reklámokat. Egyébként meg ez egy érdekes kérdés, hogy miért nincsenek, hogyha tegyük fel, mondjuk én a Sponzi lennék a Friderikusznál, akkor lehet azt mondanám, hogy oké, ez így tök jó, hogy csináljuk itt a kontentet, de nem akarom, hogy a te videót közben, meg előtte, meg a végén bejöjjenek ilyen reklámok a, mit tudom én, mosóporról, a SEO eszközről, a politikáról, akármiről. Én azt akarom, hogy csak az én reklámom legyen benne, és nyilván emiatt nem kapcsolhatja be, legalábbis én erre tippelnék, hogy emiatt nem volt bekapcsolva. Plusz amúgy egy podcast esetén nem feltétlen jó dolog, ha megszakítják reklámok. Erre ott a kávé reklám, ami már nincs egyébként, de az elején még volt. Sándor, mi a különbség? Hát a kávé reklám rohadt nagy pénzt ad, a YouTube reklám meg csak megszakítja a videót és élvezhetetlenné teszi, meg mondom, amit elmondtam az előbb. Én nem értem, hogy miért nem akarsz reklámokat tenni a videóidba, ha egyébként teszel. Azt sem értem. Más egy szponzoráció, meg más egy folyamatos ismétlődő időközönként felugró, átugorhatatlan reklám. Szóval hogy teljesen más a kettőnek a minősége, vagy hogy mondjam. Nem. Miért kell a YouTube-on televíziózni? Miért kell felépíteni egy ilyen marhadrága stúdiót, amikor a nappaliban is tudnád csinálni? Vagy bármelyik kávézóban? És miért kell a legdrágább cuccokkal dolgozni? Jó, hát ezt nem várhatod el egy olyan arctól, aki egy rohadt nagy stúdiókban dolgozik, stábban, stb. Mert nem várhatod el azt, hogy majd most visszaül a Porsche-ból a Ladába, mert hogy nem ehhez van szokva, nem érezni magát komfortosan, ő megszokta a jót, és nem várhatod el tőle, hogy a nappaliából kezdjen el egy izével, egy iPhone fülessel podcastelni, vagy mondhatik bármit, szóval hogy nem akarom most itt a Friderikuszt védeni, mert nekem is megvan erről a dologról a véleményem, meg volt is erről videó a csatornán, de hogy nem lehet elvárás egy olyan arc felé, aki már felépítette magát, az, hogy most leadjon az igényekből, és nyilván nem jól csinálták, és mondom, van is erről külön videóm, de hogy ja. Vagy ha kell, mert te mondjuk a tökéletességre törekszel, akkor azt értem, teljesen rendben van, de akkor miért csodálkozol, hogyha veszteséged lesz? Az tény, hogy ki lehetett volna ezt hozni sokkal kevesebből, ugyanolyan profin. De mondom, van erről külön videó, és tényleg lapozzuk, mennyit keres? Vagy és miért kéne ezt nem keresem ennyit. Na nézzük. Hát nem lesz egy monolizmus összeg, az biztos, de 2600 feliratkozóval szerintem ez nem a világ vége.
Mint látjátok, kemény 13.950 forint jött össze, viszont 31.000 megtekintésből, szóval az arány jó. Az arány tényleg jó egyébként. Nálad ez az arány. De mondom, hogy és tényleg összegezve így az egészet, hogy az, hogy van egy ilyen arányod, nem tudom mennyi YouTube csatornának a bevételét láttad mondjuk belülről, nem feltétlen jelenti azt, hogy ez mindenkinél ugyanez az arány. Más lehet az RPM, más a CPM, más a videó témája, mások a hosszak, más mennyiségű reklámot raknak, más minőségű nézők nézik, tehát hogy van, akit mondjuk csak adblokkosok néznek, van, akit senki nem használ adblokkot, aki nézi, szóval hogy számtalan összetevő, lehetetlen kb. Megmondani, sajnos vagy nem sajnos, hogy most ki mennyit keres. Nekem mondjuk 31 ezer megtekintésre nem ez a számom. Szóval már csak két csatorna, ami eltér, de akiket bevágtam, nekik is eltér, az akiket pedig sajnos nem vághatok be, mert sajnos nem lőhetem le, hogy milyen statisztikáik vannak, mert nem járultak hozzá, de tudok több milliós klippeket, vagy tudnék több milliós klippeket mutatni, akik baromira örülnének az egyharmadnak. Nagyon jó lenne tényleg, de sajnos ez nem így működik. Amúgy respekt, hogy megmutattad a statisztikáid, úgyhogy köszönjük. Amúgy összességében azt mondom, tök jól utána néztél, vagy utána nézett, nem tudom, hogy meg fogja egyáltalán nézni a videót, szóval utána nézett, felkészül, statisztikákat tanult. Ez tényleg egy baromi jól összeszedett videó volt, úgyhogy megérdemled azt a plusz 1000 feliratkozót, amit ez hozott, hogyha ez a videó hozta, meg 30.000 megtekintést is. Úgyhogy tényleg le a kalappal, jól össze volt szedve, tényleg profi munka, annyi, hogy maga az alap elv nem stimmelt. Nem tudom, egyébként lehet, hogy én is csak egy kis buborékba vagyok, nem kezelek több száz csatornát, kevés csatornát kezelek relatívan ahhoz, hogy átlássam mondjuk az egész YouTube-ot. Például nem kezelek vloggernek csatornát, nem kezelek hasonló csatornákat, mint egy Partizán, Fókuszcsoport, Botyondi Ened, stb. Ilyen politikai vagy közélettel foglalkozó csatornákat nem kezelek. Zenés csatornák vannak köztük, ilyen vállalati, céges csatornák, szóval hogy ezeket, inkább ilyeneket kezelek, plusz ugye a sajátom, hogy én csak ezekből tudok nyilatkozni, sajnos. Gamer csatornát sem kezelek, úgyhogy ezekre nincs nekem se rálátásom. Lehet, hogy egyébként nagy ólimba, ha megnézzünk az egész magyar YouTube-ot, kapnánk minden csatornához hozzáférést, lehet, hogy kijönne átlagban az egyharmad. Lehet, hogy kijönne, de így jelenleg azokon a csatornákon keresztül, amiket én láttam, bevételszerzés ügyileg, vagy amiket itt megnéztünk együtt, azokból nem jön ki ez a matek. Itt már csak ilyen köszöngetés lesz. Jaj, egyébként biztos, hogy tudtál segíteni, legalábbis én azt mondom, hogy biztos, hogy volt olyan, akit mondjuk ez motivált, ez a szám, és mondjuk elhitte. Ennyi lett volna ez a rendhagyó és hosszú videó, mindenképpen írjátok meg, hogy a hang stimmelte, kép stimmelte, azon kívül, hogy néha elment. Szóval, köszönöm szépen a figyelmet, mindenképpen azt mondom, hogyha tetszett Dave stílusa, nem mondott hülyeségeket, egy dolgot leszámítva, ami nem stimmelt a videóban, viszont összességében tök jól összeszedett, ha az összes többi videója ilyen, akkor én csak ajánlani tudom nektek. Leírásban raktam minden forrásnak a linkjét, meg tudjátok csekkolni. Köszönöm szépen a figyelmet, Szabó Viktor vagyok. Találkozunk a következő videóban, és ne felejtsetek el feliratkozni, meg lájkolni, meg csatornatagságot fizetni, hogy jó legyen. Halihó! Ja, és várjál, csapó az mindig lemarad mostanában, mert nincs intro.